Sziasztok, Alexovics vagyok. Szeretném, hogyha elképzelnétek, hogy most mi a jelenben élünk. Ugye milyen nehéz volt? Na most képzeljük el azt, hogy tulajdonképpen mi a jövőben élünk, ugyanis minden, amit hozunk döntést, mindent a jövőre próbálunk alapozni. Én nem mondom, hogy ez helytálló, és miért is mondom ezt? Van a múlt, a jelen és a jövő. Na most a legtöbb ember, kezdjük sorba. Tehát vannak olyan emberek, akik igazából a múltban ragadtak. Ez azért van, mert mondjuk van egy szép emlékük a dologról. Tehát azt mondják, hogy de jó, régen mennyire vékony voltam, és most a múltban élek, mert mindig arra gondolok, és megfogom, jaj, de jó volt, és lerakom. De nem teszek semmit érte, hogy megint ilyen jó legyen, csak elárasztom magamat azzal az érzéssel, hogy régen milyen jó volt. A jelenben nagyon keveset élünk, úgyhogy arról majd később, most jön a jövő, ugyanis az ember a legtöbbször a jövőre épít. Azt mondja, hogy most én elmegyek iskolába, ezért, hogy mit tudom én a jövőben, elmehessek egyetemre, és utána pedig egyetem után legyen egy nagyon jó munkám. És ez nagyon is helyén való így. Ellenben az, mikor már tudod jól magadról, hogy nem vagy boldog, ugyanis folyamatosan a jövőre próbálsz alapozni, hogy majd jó lesz, az nem mindig annyira jó. Tehát próbáljuk azt felfogni, hogy mondjuk nagyon jó, hogy a jövőre is gondolsz, de mikor már a jövőben élsz, mikor elérsz egy olyan pillanatot, amikor már a jövőben vagy, és csak a jövőben, tehát nem azért élsz, nem azért kelsz fel, hogy ma legyen egy jó napod, hanem majd egyszer a távoli jövőben legyen egy jó napod. Azaz elfelejtesz élni. Folyamatosan csak a jövőben élsz, de jelen már nem létezik. Múlt is van néha, de jelen az sosincs. És azért nincsen jelen, mert folyamatosan próbálsz a jövőre asszociálni. Ezt ugyan lehet a legközelebben elmondani, ha mondjuk én azt mondom, hogy mondjuk nem szoktam volna le a cigiről, nem gondolva azért, mert én ugye hallottam jó történeteket, és mondom, egy az egyben oké, most leszokok a cigiről azért, mert már nem szeretném csinálni. Mit csináltam ilyenkor? Nem a jövőre asszociáltam, ugye, és nem azt mondtam, hogy azért szokok le, majd nehogy tüdőrákom legyen, hanem azért szokok le, mert már elegem van ebből a szarból, és ezt nem bírom tovább. Azaz a jelenre gondoltam, hogy most volt elég. Nem majd a jövő, nem majd, majd lerakom én azt, persze, van ez a formáció is, és van azért lakom le, hogy nehogy a jövőben történjen valami. Ha az a baj, hogyha nagyon sokat a jövőben jársz, képes vagy bemondani. Ez pozitív dolgoknál nagyon jól jöhet, ellenben negatívoknál. Is. Ugyanis az ember rengetegszer gondol arra, hogy jaj, nehogy ilyen betegségem legyen, jaj, nehogy elüssön egy autó, jaj, nehogy elüssön bármi más, mondjuk egy repülőgép. Tehát folyamatosan a jövőt inspirálni magadban nem egy jó dolog, mert képzeld el, hogy képes vagy bevonzani magadnak, képes vagy a szituációkat úgy bevonzani, hogy konkrétan meg fog történni az, amiről féltél. Tehát úgy kell ezt az egészet rendezni magadban, hogy oké, hogy tartasz tőle, de ne az legyen a főpont, hogy minden nap, amikor csak meglátok egy autót, jaj, hát el ne üssön. Ez a negatív gondolkodás legmélye. Nagyon sokan csinálják ezt, és azért is mondom. Nagyon sokan sajnos elkezdtünk a jövőben élni. Ehhez nem csak országos probléma, hanem egész világos. Tehát nagyon sokan elkezdtek az emberek a múltban élni, attól remélve, hogy majd a jövőben jobb lesz. És tulajdonképpen az egész életét egy jövőbeli képben éli le, egy teljesen fiktív képzelgésbe, hogy majd jó lesz, de aztán sose lesz jó, mert az a jó lét sose jön el, mert sose koncentrál arra, hogy most én is most például örülhetek annak, hogy itt ülök, és vlogolok, és van miről beszélnem, és nem annak, hogy jaj, de jó lesz majd a jövőben, egyszer majd lesz egy olyan vlogom, ami nagyon fog tetszeni biztos az embereknek. Úgy vagyok vele, hogy remélem, hogy ez fog nektek tetszeni, és ha tetszik, akkor annak én nagyon fogok örülni. Nem fogok azért tönkretenni magamat, és azon gondolkodni, hát ez biztos nem lesz jó, de majd a jövőben, akkor majd egyszer biztos lesz olyan. Soha nem fog eljönni, hogyha ebbe a tudatba jössz, hogy majd egyszer biztos. Ez tipikusan a mi lesz, ha ennek a megfordítottja. Tehát mikor a jövőbe nézel, és nem a múltba, vagy mi lett volna, ha, tehát nem a múltból, hanem a jövőbe, és ugyanolyan nonsens szar az egész. Tehát annyira felesleges baromság, annyira nem visz előre az életedben, hogy hihetetlen élhetsz a múltban, élhetsz a jövőben, gondolkodhatsz azon is, hogy mit értél el a múltban, de ne felejts el a jövőben élni. Mert ha most folyamatosan arra szögezed magad, hogy áj, de jó volt, hogy voltam 16 évvel ezelőtt tüdővizsgálaton, és azt mondták, hogy tök jó volt a tüdőm. Na most ezt mindenki látja előre, hogy ennek mi lesz a vége, és az a baj, hogy ez nem csak ilyen teljesen egyértelmű dolgokkal van így, hanem az élettel is. Azt mondom, hogy jaj, de jó, milyen vékony voltam régen, de király, nem? 16 éve volt. Érted, amit mondok? Tehát
egyszerűen nem szabad se a múltban, se a jövőben ragadni, mert nem vezet előre. Az az egy vezet előre, hogyha végre, tehát azért kell legyen egyensúly a jövőkép és a jelenkép között. Tehát mikor azt mondom, hogy elmegyek azért iskolába, mert nem szarok bele, hogy jaj, akkor csak a jelenben élünk, hanem lesz egy jövőképem is, de próbálok annak is örülni, ami most történik. Próbálok annak örülni, ami most körbevesz, annak, hogy itt ülök és beszélek nektek, annak, hogy van áram például a lakásomban, annak, hogy van internet kapcsolat a lakásomban, annak, hogy van egy mikrofon a kezemben. Szerintem a Földnek a 70%-a azt se tudja, hogy mi az, hogy lámpa. Tehát igazából nagyon-nagyon kevesen vagyunk, akik, tehát ti nagyon kevesen vagytok a világban, akik meg tudjátok nézni ezt a videót, és nem azért, mert kevesen nézitek, mert hát jó, oké, rendben van, de úgy értem, hogy internet van a lakásatokban, meg áram, meg autó, meg utca, meg bolt. Tehát kérdezd meg egy indiait, érted? Tehát örülnünk kéne annak, ami van. Természetesen ez már átment egy olyan filozófiába, hogy már nem tudunk örülni annak, ami van. Én megtaláltam, nagyon szerencsésnek vallhatom magam, mert én megtaláltam, hogy én tudok örülni annak, amin van. Én tudok bevonzani dolgokat, tehát tudok arra figyelni, hogy nekem mi lenne a jó, de mégse élek a jövőben, hogy jaj, de nekem majd magánrepülőgépem lesz, és majd akkor boldog leszek, hanem például itt van, körülbelül 2 évvel ezelőtt én nagyon szerettem volna egy számítógépet, ugye? Az hoppáré. Tehát én nem abban éltem, hogy majd akkor boldog leszek, hanem akkor is megpróbáltam örülni, és ezek a dolgok csak úgy jönnek magától. Tehát így összeszedtem, meg lett, és akkor néztem, hogy hoppáré, most éppenséggel pont meg lesz. És nézem, hogy hát ez tök király így, hogy igazából csak reménykedtem benne, de nem éltem teljesen bele magam, hogy majd akkor milyen boldog leszek, hanem megpróbáltam örülni mindig mindennek. Minden szituációban, még a legrosszabb, életem legrosszabb pillanataiban, pánikbetegség, szorongás, ilyen asztma, olyan fulladás, tehát mindig megpróbáltam mindig annak örülni, hogy izé. Azt, hogy én megpróbálom hozni a minőséget, az nem azt jelenti, hogy ezért én szartam rá, csak megvettem a legszuperebb cuccokat, és majd jön a minőség magától. Természetesen a kettő elengedhetetlen egymástól, de például itt van ez a ratyi kamera, tehát ha egyszerűen van valami, ami rosszabb, tehát még a telefonom is jobbat vesz ennél, és mégis ebbe beszélek, és nem azt mondom, hogy akkor venni kell 223 000 forint egy olyan kamerát, ami majd X-ray kamera, és akkor lehet vele csöcsöket nézni, miközben mész az utcán. Tehát nem ezt kell elképzelni, hanem azt kell elképzelni, hogy próbálok ennek örülni, és próbálom a maximumot kihozni abból, ami van. És nézd meg, hogy egy idő után fejleszthető. Tehát én nagyon-nagyon rossz, tehát legalább 6 évig nagyon-nagyon rossz számítógépem volt, azt se tudtam, hogy mi mire jó, nem értettem hozzá, nem is érdekelt. Aztán így gondoltam egyet, és így elkezdtem tervezgetni magamban, hogy de jó lenne egy számítógép, egy jobb, egy stílusosabb, olyan lehet játszani, stb. És akkor egyszer csak, tehát nem éltem úgy bele magam, hogy aj, akkor most már csak akkor leszek boldog, ha meg lesz, hanem hogy úgy elkezdtem építgetni, félreraktam ezt. Felraktam azt, hát erre most nem dobtam ki 2300 forintot, hanem így elraktam, ez volt 2 éve, és így folyamatosan elkezdtem így cselekedni, így teljesen tudatomon kívül, és ezt csak azt vettem észre, hogy hoppáré, ez így meg lesz most már. Tehát egy körülbelül 2 hónappal ezelőtt nézegettem át, hogy hoppáré, lehet, hogy megint lesz egy fasz a PC-m, és akkor nem kezdtem el már akkor is előre, hogy hanem hogy megláttam a lehetőségeimet, mert amúgy nagyon szoros volt. Tehát körülbelül egy hónap van múlott, hogy én ezt nem vettem meg, mert más kiadások, meg stb. És nagyon örülök neki, hogy megvettem, mert ha most jönne ez a lehetőség, már nem venném meg, tehát már azt mondanám, hogy nem, erre most nem. Majd a jövőben, igen. Úgyhogy próbáljátok bevonzani azt, amit szeretnétek, ne éljetek a múltban, se a jövőben. Próbáljátok meg most boldog lenni azzal, ami van, annak, ami van, és próbáljátok reménykedni abban, hogy amit szeretnél, azt a célt, azt eléred. Mert ez a nem, úgyse lesz meg, ez nem, ez a legrosszabb dolog, amit ilyenkor tehetsz. Persze az embernek vannak rossz napjai, nekem is voltak, most például most jöttem vissza Pestről. Hát azt hittem, hogy meghalok, érted? Itt az utolsó, itt pont vasárnap este, hát azt hittem, hogy végem van, tehát nagyon rosszul éreztem magam. Aztán most megint itt ülök és vlogolok, tehát most pont van is időm, ráérek. Aztán holnap folytatódik a procedúra tovább. Próbálok én videózni, tudom, de egyszerűen, tehát
így eltervezgettem, hogy milyen videókat fogok csinálni, és nagyon nem jön időbe. Tehát mennem kellett Pestre, pedig már félig kész van az új Alex játszik videó. Aztán mire hazaérek, már rájöttem, hogy azt dobhatom is ki, mert holnap kijön az Infinite, és majd arról kell lesz ugye Alex játszik videó. Úgyhogy ez van. De ha nagyon szeretnétek azt a félig készet, akkor így, mit tudom én, írjátok meg, vagy lájkoljátok a videót, vagy valami, és akkor majd felrakom. Nem is tudom, majd kitalálok valamit. Majd Facebookon leírom. Jó, hogy a Facebookon követtek, mert sok mindent mondok, sok mindent osztok meg. Tehát ma reggel volt az például, hogy a pizzát 2513. 3. hó 25-én akarták nekem kihozni. Azt meg egy picikét lekéstük, úgyhogy legyetek boldogok gyerekek, ezt mindig elmondom és mindig is el fogom mondani, mert ez egy kulcsmondat az életben. Legyetek boldogok gyerekek, és auf Wiedersehen! Kefe, nem tudja, hogy meddig van, micsoda hip-hop szám, úristen! Úristen!